És elértünk arra a pillanatra, amikor átadtuk a tananyagot, most kéne dolgozni a gyereknek. Nem csak, hogy elolvasta a tananyagokat, hanem valamilyen produktummal előáll. A legegyszerűbb produktum a feladat. Tevékenység hozzáadása, feladat. Ebben az esetben meghatározott, hogy mi is legyen a feladat neve, tehát itt én egy alkotást fogok kérni, és adsz neki egy leírást. Természetesen én már előkészítettem a feladat szövegét, és szépen leírod a tanulónak, hogy tulajdonképpen mit is vársz el tőle, mi a feladata. Tehát azt mondtam, illetve azt gondoltam, hogy ő két feladat közül választhat. Ugyanúgy beformázhatod a munkát, ahogy ha például a sorszámozást, azt rábíznád a szerkesztőre, megteheted. Itt vannak a szerkesztő eszközök, butábbak, mint amilyen a Word lehetőségei, azonban gyakorlatilag itt nem is kell halálra formázni a dolgokat, sőt, hogyha túlzásba viszed, az zavaró is. Egy-két kiemelés, és működik. Na most, hogyha a formázás nem teljesen egyforma, akkor bizony ez azért van, mert olyan formázások bekerülhettek esetleg a forrásállományba, amelyiket nem, ezen most nem fogsz tudni változtatni. Itt van néhány szempont, amit összeraktam, ezeket szintén berendezem egy egyszerű listával. Értékelési szempontok. Egy kis értékelési szempont ugye szintén sosem árt, és egyetlen dolog van még, nem írtam le a tanulónak, hogy a feladatot hogyan adja le, tehát a feladat leadása. Na tehát, a feladat leadásánál azt mondtam volt, hogy Ctrl-Z mindig segít, ha valamit elrontasz, rosszul jelöltem ki, így van. Azt mondtam, hogy a feladat, hogy az elkészített munkádat, ha grafikai technikával készült, fényképezd le és töltsd fel állományként, a fotó minősége a megfelelő fény mennyiségétől függ, nem feltétlenül a pixelek számától. A feltöltött kép mérete nem lehet több, mint 3 megabájt. Ha a telefonod ennél nagyobbat készít, akkor egy grafikai szoftver segítségével méretezd kisebbre, vagy töltsd fel a Messengerbe, és utána mentsd le. És azt töltsd fel. Jó, ez nem írom oda. Ha valamilyen digitális alkotást készítettél, akkor is 3 megabájt a feltöltési korlát. Na tehát. Ha akarsz kiegészítő állományt, ezt te teheted, a gyerek letöltheti onnantól. Ezeket kiveszed innen, mint pipát. Egyelőre nem kell határidőt adni, majd megmutatom, hogyan érdemes határidőt szabni. Ha szeretnéd, hogy a tanuló szöveget adjon hozzá, tehát begépeljen, legyen online beviteli mezője, akkor itt kell bekapcsolnod. Különben én most leadás állományban ezt kértem, és egyetlen képállományt kérek. A feltöltési korlátra azt mondtam, hogy 3 megabájt. Hoppá, hoppá. Itt a kurzuson feltöltési korlátja van 2 megabájtba korlátozva, úgyhogy átírom az egészet úgy, ahogy van. Majd ezt is megmutatom, hogy ezt hogyan lehet átállítani, de most ez nem ennek a videónak a része. 2 megabájt is elegendő egyébként erre a dolog, ennek a dolognak a megoldására. Mi van még itt? Elmondom egyben. Leadás beállításai. Ne kísérletez azzal, hogy ezt átállítod. Jó ez így, ahogy van. Csoportos leadás. Egyelőre nem akarod, hogy csoportosan adjanak le. Értesítések. Sajnos nem kapsz értesítést, valamiért a rendszerünk nem működik. Pont. Határozd meg, hogy hogyan értékeled, mennyi a maximális pont, amit kaphat. Adhatsz a tanulónak. Elérhetőség korlátozása.
ha az ásoknak, béseknek különbözőt szeretnél adni, akkor a korlátozás hozzáadásával tudod ezt a korlátozást valamilyen tudom. Igazából látjátok, nem állítottam át semmit. Módosítások mentése, változások megtek. Ezt fogja látni a tanuló, ezt fogja elolvasni, és itt fog valamilyen úton, módon ez fog alkalmazkodni. Egyelőre ezek szerint kiadtál egy feladatot, feladat pedig tanulónak így jelenik meg, Kréta és Mükéni alkotás feladat. A következő videóban megmutatom, hogyan lehet határidőt szabni a feladat leadására.